Eljött az idő, srácok, hogy folytassuk a Zelda ringet. Hazudtam. Bevallom, hazudtam. Mert tovább játszottam tegnap, és kimenekültem a barlangból, de a barlangot nem fedeztem fel, úgyhogy azt majd együtt meg fogjuk csinálni. Viszont emlékeztek arra, hogy az előző stream elején én egy kardért mentem. Egyébként le fog majd merülni a kontrollára, ahogy látom, itt elkezdett már nagyba villogni, úgyhogy szerintem majd stream közben lesz egy kontroller csere. Mert most nem tudom, hogy hol van a töltője. Tehát elmentem megszerezni egy kardot. A Sword of Night and Flame-et. Hát ez csak így suhingat, meg szúr, meg ilyenek. Hát ez csak ilyen. Na figyelj. Nyomok egy ilyet. Ez az L2. És most nyomok egy R1-et. Na? Jó, mi? Menő mi? És most jön az R2. Most már nem fog semmit se csinálni, mert elfogyott a mana. De hogy ilyeneket tud. A weapon artok ebben a játékban nagyon adják. Ja, iszonyatosan jól néznek ki. Csak ezt így meg szerettem volna nektek mutatni. Hogy van ilyen. És amúgy ezzel gyakorolni kéne. Gyere! Gyere 1v1! Haló? Ne! Miért megy ennyire föl egyébként? Azt a rohadt. Nagyon fölmegy a lövésem. Na hát pofán csapott. És szerintem, ha most, mivel látjátok ezt a fegyvert, tudjátok, hogy ez azt is jelenti, hogy meglett az ehhez szükséges, miért ilyen furán lő? Nagyon fölfele lő. Az ehhez szükséges int is, mert hogy hát azt hiszem olyan 14 vagy 15 intnél jártunk a stream végén. Hát és valaki lefarmolta ott a kutyákat, azt a kutyás tábort. Egy párszor. Valaki. Nem én. Én nem tennék ilyeneket. Valaki lefarmolta. Double kill. Egy lángosost is adjak nekik? Jó. Jó. Itt van egy, ha jól látom. Na nézd meg, nem akarja. Nézzük meg most tömeggel, hogy milyen.
mert egy embert nagyon szépen ledarált. Ez egyébként egy fejlesztetlen kard. Ez egy alapkard. Nincs húzva meg semmi. És úgy ilyen. Elég beteg. Kíváncsi lennék egyébként a skillelésére, hogy milyen. Ez mintha ilyen szélesen sebezne, aha. Mi ez a kék villanás szerintetek a fegyverrel? Őt most hagyni fogjuk, hogy hívja a haverokat. Most mi van? Ilyen kék villanás van. Ez egy nagyon jó try volt. Azt a rohadt! Hi team, hi. Ötszázhatvankettő. Nézd meg, adott egy lángost. Ilyen kék ütésem van, de ez nem tudom, hogy mit csinálhat. El kéne olvasni, mi? Na jó, megmutattam nektek, hogy milyen ez a nagyon király fegyver, amit így szeretnék használni, és kard, nem fist weapon. Azt nem tudom egyébként, hogy milyen lehet kétkezes módban, de szerintem ez egykezes fegyver. Nem lettem okosabb. Nem lettem okosabb, hogy miért csinál ilyen kék villanásokat. Viszont egy kis türelmeteket kérném, mert nem mi játék közben szeretném kicserélni a kontrolleremet, úgyhogy ezt még gyorsan megejtem, mert nem tetszik, hogy 0%-on van. Pedig rajta volt a töltőn, de lehet nem nyomtam rá tövig. Úgyhogy előveszem ezt a régi kontrollert, ami... Hát nem tudom, hogy mi a hivatalos kifejezése. Ennek driftel? Azt lehet mondani? Hát elvileg driftel a kontrollerem. Így húzza az egyik analóga magától a dolgokat. Nem, pedig nem kéne. Valamelyik analóg így beragad, vagy húzza. Nem tudom ezt, hogy hívják amúgy. Jól, de hogy ilyen gondja van. Persze itt vannak valahol a DualSense kontrollerek is, de most ez volt a kezem ügyénél. Kalácsra közben itt rá kellett szólni. Ja, úgy szokták hívni, nem áll vissza középre teljesen joystick és elhúzza magától. Ja. De nem emlékszem, hogy melyik... most egyelőre úgy néz ki, hogy jónak tűnik. Jó, tehát kell nekünk világítás, és kellene fegyverfejlesztés, hogyha tudunk olyat. Aha. Most csinálja is.
magától megy. Aha. Hát lehet, hogy egyébként, hogyha szétszeredném, akkor jó lenne. Automata bemutató üzemmód, igen. Akár azt is lehet mondani. Na. Tehát akkor kellene nekünk a kovács. Micsoda kontroller defect, ugye, Gabcsi? Ilyenekkel tudok szolgálni. Somber Smithing Stone. Hát ez szívás, hogy elhasználtam az egyeset, mert abból most pont nincsen. Hármas Smithing Stone kell, hogy még tovább tudjam húzni a Finger Seal-t. És akkor már ás szkélelésű lesz, ami amúgy valljuk be elég jó. Farmolnom kéne ilyen stone-okat. Na hova? Azt a ládikót újra ki kéne nyitnunk. Ha ki tudjuk, persze. Meg akarom mutatni nektek azt a... Hát nem ide akarom portolni. Meg akarom nektek mutatni azt a zónát, ahol meghaltunk. Pont a legutóbbi stream végén, amikor megöltünk egy sárkányt. Úgyhogy most oda megyünk, ahol a sárkány meghalt. Azt hiszem ez zavaró lesz, hogy driftel a konzol. Konzol? Kontroller. Nem emlékeztem arra, hogy ez ilyen zavaró a Souls játékokban. Pedig ez ilyen zavaró. De tudnál tölteni All the Fly a másikat? Nem tudom, hogy hol van olyan töltöm. Nekem ilyen dokkolós töltöm van. Két kontrollert rá tudok dugni, és akkor úgy tölt. De amúgy igen, tehát lehet használat közben tölteni. Azt hittem, hogy itt volt valami extra is. Igazából, hogyha rálokkolok a zenemire, akkor nem zavarol az, hogy húzza a kamerát a kontroller. Bár de, az a helyzet, hogy zavarom. Vagy, hát akkor ezt még egyszer cserélünk egy kontrollert. Mert hogy ez így nem lesz jó. Egyébként szerintem nem sok játéknál zavaró ez a dolog, de ennél tehát ezeknél a Souls-oknál, ahol így irányítunk egy karaktert, így zavaró lehet. Nem is tudom már mi az, amit játszottunk ezzel a kontrollerrel, de...
másnál nem rémlik, hogy ilyen zavaró lett volna. Na, ezt a szuper kék kontrollert kerestem most elő. Na, Blue Thought. Az a jó, hogy ilyenkor felajánl egy csomó wireless kontrollert a Bluetooth beállításoknál, és akkor találd ki, hogy melyik az, amire csatlakozni kéne. Hát úgy néz ki, hogy sikerült. Jó. Na hát ezek 25%-on van. Megnézzük, meddig bírja a srácok. Maximum morcos leszek. De ennek már a töltője itt van mellettem, mert ez USB-C és mint a telefonom. Úgyhogy ezt fel is rakjuk tölteni. Fura. Hát ez fura volt. Fura volt, hogy a patkányok nem kapták. Kettő patkány még van. Na, és ebben még mindig csapda van, tehát hogy akárhányszor nyitjuk ki, a csapda nem tűnik el belőle. És akkor most folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk a játékot tegnap. És olyan csalást eszközölünk, hogy itt egy varázsló, és őt meg tudjuk sebezni. Innen. Őt meg innen. És az hagyján, hogy ilyeneket tudunk, de tudunk ilyeneket is. Csak most elfogyott a manám. Úgyhogy megvárjuk, ameddig a néni abba hagyja a lövöldözést. Meg lehet egyébként nézni a játékon belül, hogy mit jelentenek azok a státusz effektek, azok a buffok ott a staminám alatt. Nagyon jó. Meghalt ez a lövöldöző, aki ott fönt volt. Húha! Nagy a baj. Azért volt nagy a baj, mert nem nagyon sebeztem rá a kardommal. Cracked kristály. Ennek miért piros? Ja, hogy megnéztem a Bloodstain-t, nem értettem, hogy miért piros színe van ennek a... na, rá egy kicsit jobban sebeztünk. Ide értem, mehet a Dying Light 2.
Ja, Isten, megjöttél? Akkor van egy jó hírem, meg egy rossz is. Ma volt Lost Ark. De mire ide értél, már nincsen. Tudtam, hogy ilyen fél négy körül jössz meg, és akkor direkt délelőttre időzítettem. Jól döntöttem? Sőt, még ilyen cube-okat is mentünk. Glintstone Scrap és Crack the Crystal. Ó, basszus, hát nincs bekapcsolva a lámpa. Itt valaki nagyon nyomja a fúrást. És fölöttünk van. Hoppácska, várj egy kicsit, elfogytam. Most már jó lesz. Hello? Hú, mennyi törött kristály. Mit lehet szerintetek csinálni ezzel a törött kristállyal? Törött kristály. Glintstone scrap. FP-t ad ez a glintstone scrap. Magic Bolt. Wow. Gravity Stone. Itt van Crack kristály. Kraftoláshoz kell. Nem ad? Akkor félreértettem. Azt mondja, hogy Break Gem and use FP to produce Magic Bolt. Break Gem. Akkor az mi? Micsoda? Rosszul értettem? Akkor félreértettem. A ciki. Sőt, Isten, ma 4 órát Lost Ark-oztunk. 4-es órát. Kisebb a rázslet és FP-be kerül, aha. Butterfly. Ó, oh, köszi. Nem olyan plebeket kaptál egybe. Hátrédet inkább nem is nyomtam. Ja, hogy ide át tudok ugrani, értem. Ne! Én félek ezektől a izéktől, mert beszorulunk. Egyébként is hogy tudott itt felsétálni? Nyomjad, nyomjad neki a falat, nagyon jó, nagyon jó. Jó, szerintem ezt ne erőltessük mi. Oké. Okay. Meg lesz az. Istok, csak a szurkolásod kellett. Cuckó, Greenstone. Balázs, mit csinálsz? Balázs, cica. Balázs! Jó, jó. Elment WC-re, akkor nincsen gond. Csak már... nincs... vagyis mondjam.
szét van szedve a lakás, mert bárki bármit jön csinálni azon a 22 négyzetméteren, hogyha el kell húzni az ágyat hozzá, akkor gyakorlatilag mindent át kell rendázni. Úgyhogy Kalácskának ez most egy hatalmas játszótér! Hát nem. Hát ilyenről nem volt szó. Be tudjuk még ide rakni a harmadik fegyónkat? Medium loadunk van, úgyhogy jó. Nagyon nagy gáz van, akkor ezzel nyomjuk. Jó, hát egyelőre nem tűnik vészesnek. Nem tudok már manát tölteni például. Az van. Ja, valószínűleg azt írták, hogy idámból vagy nem tudom mi. Somber Smithing Stone 4-esből egy darab. Ami jó dolog, csak az a gond vele, hogy... Hát hogy mondjam nektek, egyes olyan Somber Smithing Stone kéne. Az gond. Sőt, hogy kéne megölni? Kéne valami bomba. Nincs bombánk. Nem tudunk craftolni. Na nézd meg és észrevesz, de hát nem csináltam semmit! És miért ugrott le? Egyébként is. De... megcsaplak egy kicsit a falon keresztül, amikor már azt hiszed, hogy védve vagy. Mondjuk én is ezt csináltam, ez undorító dolog. De akkor is. Nekik ilyet nem szabadna csinálni. Nekem szabad. Nekik nem szabad. Mizu is Krisz. Jó. Na, de most én fegyvert akarok váltani. Na. Itt van fölöttünk. Visszakapjátok. Visszakapjátok. Hol vagy? Na. Tessék. Ha csalunk, akkor... normálisan. Nagyon jó. És most már nem szabadna több manát nyomni. Helyette ezt előkapjuk. És mit is csináltunk? Jaj, itt ugráltunk, mint a hülyék. Nos, tehát akkor ugrálás. Uti-futi ugrál! Nagyon jó. Nagyon jó. Kapcsolunk egy lámpát. Van bármi, ami visszatölti a manát a flaskákon kívül? Van. Van, és az egyszeri úzos, hogyha jól tudom. Tessék. Starlight Shard.
meg mixelhetsz magadnak össze olyan cuccost. Ha ez választ adott a kérdésedre. Akkor igen, van olyan. Jót. Ugye most nem. Most felkeltél miattam? Csak miattam? Ó, hát igazán nem kellett volna. De rendes vagy. Ja, szóval összemixelhetsz meg adnak olyan flaskát, ami manát tölt. Ja, hát valami olyasmire gondoltam, mint gyűrű, ami folyamat tölti, vagy hasonló. Nem kanzom ebbe. Hát, figyelj, szerintem nem nagyon van. Nagyon jó. Ez nem csaló láda. Rock Blaster. Smithing Stone 5. És ebből 2 darab. Szóval én még erről nem tudok, de simán lehet, hogy van egyébként. Napstar. Nincs mit. Somber Smithing Stone 4-es. Oké. Ez is egy 4-es Smithing Stone. Egyébként azt ott le lehetne lootolni a falról, lehet amúgy. Nem néztük szerintem. Nem lehet. Pedig lemertem volna fogadni. Megijedünk szerintetek itt? Ez ilyen ijesztős rész? Jézusom! Hát ez nem ijesztős rész. Inkább szarban a haza rész. Ó, milyen kis kedves. Szia! Még jó, hogy ilyen gyorsan le tudtuk darálni. Grease. Egy kis Smithing Stone. Jó lenne manát visszakapni. Acsá! Asztarat! Hát... Igen, ő még mindig kemény. Ő még mindig extrán kemény. Hogyan kéne ezt csinálni? Mert szerintem mindenféleképpen kell velük foglalkozni. Mindenféleképpen kell velük foglalkozni. Tehát azzal kell kezdeni mindenféleképpen, hogy a haver srácot ott megszeretgetjük. Még egyszer, és még egyszer. Az a gond, hogy ez most mellé ment.
átnézek, rossz fele dobom. Jó, és akkor most meghal. És... szerintem... a csávó, az itt ellenőrző csávó... minket majd akar magának. Ja, hogy ő most ott fönt van. Az hogy? Megjolózunk egy ugrást, hátha. Nem, nem ébredtek fel? Húha. Szeretném végig tolni is, aha. Fú, de jó. Fú, de jó vagy. Fú, de jó. Nézd meg. Most nem vagy fú, de jó. Most fú, de nem vagy. Ja, szeretném végig tolni. Legalább a fő bosszokat megölni. Azt a rohadt. Nem, amúgy minden boss szeretnék megölni. Csak hát ez nehéz. Na mi van? Kedves. Kedves vagy. Aha, ennyiből pont nem tudok healálni. Gyakorlatilag most ez a main game is tudom. Ez a karakter most milyen build? Ilyen mindenféle? Vagy ilyen mindenféle egy kicsi? Hát ez egy olyan build, hogy ilyen varázsló. Van 30 fétje, alapvetően a konfexor az ilyen fétes karakter. Fölmentem vele 30-ig, aztán elkezdtem húzni most az intet. És hát ilyen varázsló. Aha. És a kardja, meg ez a fiszfe fönnye, ez olyan, hogy nagyon jól szkélel a varázslatokból. Ez azt jelenti, hogy tudok használni ilyen fegyvereket, anélkül, hogy bármiféle STR vagy esetleg DEX kellene hozzá. Ja, hát elhiszem, hogy megzavar. Varázslók nem nagyon szoktak kardozni. Na most jön a szívás. Milyen kedves. Azt a rohadt.
Szia, az Zodiac. Ezt Glavie. Ó, megkaptuk a fejjójukat. Mizói Zodiac. Faithful's Canvas Talisman. Mit mondanak itt? Be wary of left. Mehet 20 pontra. Na, mit fogsz kajálni? Én most rakott krumplit ettem. Ilyen tojásos, kolbászos, kelbászos. Cuccot. Jól megy. Ugye? Hatalmas hidden path. Csirkés wrap. Értem. Pont arra gondoltam, hogy olyan 18.000 lélekkel mi lenne egy kis boss fight? Milyen lenne egy kis boss fight? Hát ilyen. Jó. Jaj. Jó, hát akkor... Akkor ez a 18.000 szól, az megint oda, mert boss fight. Szuper. Hát most erre mit mondjak? Nem lehet visszaszerezni? Nem lehet. Sajnos nem lehet. Az ott bent maradt a boss arénájába, úgymond. Ez nagyon idegesítő egyébként. Nagyon nehéz soul-t farmolni a játékba, és most az a sok az úgy ott maradt. Ja, hát lehetne használni talizmánt nyilván, hogy... megment. Csak hát most benne vagy egy harcba, és akkor még tedd be. Érted? Jaj, basszus. Szevasz, Zaki. Zeki. Én találtam jó helyet, azt a 18k-t kb. 4 perc alatt megszerzek, vagy kevesebbet. Na! Merre felem? Én itt farmoltam, hát nem tudom mennyi idő alatt, szerintem 4 percenként 4000-et itt ezen a részen. Ott 18000-et 4 perc alatt. Ja, de ahhoz harcolni kell. Én nem harcoltam. Vagy te csak a kutyákat ölöd, vagy hogy csinálod? Annak az északi részén. Ahol a piros szemű kutyák vannak, arra gondolsz? Van egy forrany, aha.
Van 3-4 mob a Grace mellett, 1,1 kára unt annak. Wow! A zsír? Lácska, te mit csinálsz? Pillanat, srácok. A Lácska valami fura hangot adott ki. Szerintem ez a late game hely, mert tele vagyok 8-9-es upgrade kövel, de 5-6 nincsen. Aha. Hát... én is úgy érzem, hogy valahol nagyon eltévedtem. Szerintem ahol most vagyok, ez is inkább ilyen... late-game hely. Mert hogy plusz 15-ös cuccokat kapok, de hogy... előtte levő meg nincs nagyon. Most megyünk másik irányba. Hú, még van egy irány, amit meg lehetne nézni most itt eszembe. Az Eldenfam mellett, fa mellett van, ezen a területen éjszakon. Itt, errefele? Ahol az a köcsög van? Egy nagy köcsög van ott, meg egy ijász. Azaz? Nem? Akkor attól lejjebb? Akkor lehet, hogy ez az. Térképen a fa ikonon ott a farm pont. Kettő is van. Gondolom inkább ez. Ahol egy boss volt. Bár valószínűleg mindegyik fa alatt boss van. Mindegyik fa alatt boss van, igaz? A jobb oldali, aha. Valamiért úgy emlékeztem, hogy itt még lejjebb lehet ugrani, de akkor ezt benéztem. Akkor semmi. Tehát itt van egy bosszunk, akivel amúgy most nem akarunk harcolni. Kár. Ez kár. Ez nagyon kár. Ez nagyon kár, hogy ide raktak egy bosszt, akivel most még nem tudunk semmit se csinálni. Most gondoljatok bele. Aki először átjön ezen a vicces ládán, és pont a boss találja meg úgy, hogy már nincsen semmije, az kellemes. És amúgy ott van egyébként valami felélesztő, vagy így végig kell futni az egész pályán ismét? Gondolom végig kell futni a pályán ismét. Na, tudjuk használni? Nem? Ki kell menni, igaz? Mennyire kell kimenni? Ennyire. Jó. Szuper. Mivel itt van egy ilyen, és itt pedig errefele mutat, gondolom itt van egy bosszunk. Na, jó étvágyat majd akkor a Wraphez. Zodiac. Runár. Asztarat. Oblát borna azal. Hogy zodiák. Jaj, mi ez a sok szúnyog?
O'Neill tábornok. Haló? Ovaska, itt vagy? Az gond. Elfogytunk. Hát több flaskát kell hozni. Egyébként. És akkor nem fogyunk el. Au. Kés. Valaki tud-e megbízható jó guide-ot a Bloodborne az? Én nem tudok ilyeneket. Én csak úgy mentem, azt előbb-utóbb meg lett minden boss. Jó. Tehát akkor kellene még a mana poti. Ilyet nem tudunk csinálni. Ilyet sem tudunk csinálni, de tudunk olyat csinálni, hogy több manás flaskám legyen. Na nézzük még egyszer a bosst. Jó. A lámpa az kell. Swamp of Oen... Aeonia. Na.
Én kitartó vagyok, srácok. Van a HP-ja már szerintetek lement? Az nagy a gond, nagyon nagy baj. Aj, a fene vinni el ezt az íjászt. Pedig ez jó try volt. Marika. Marika segít nekünk? Szerintetek? De pont ezeken a részeken mászkál. Lovon nem lehet charge-olni a tüzet? Charge-olni? Hogy értem? Lenyomva tartani. Miért amúgy ezt lehet lenyomva tartani? Na jó. Na jó. Nem próbáltam még. Spát lát. Van ilyász haver. Hát nem tudom, most egy csomót mellé nyomtam, olyan, mint hogyha beakadt volna. De jó. Na, ez mondjuk nagyon jó így. Konkrétan beakadt a boss. Commander O'Neill beakadt, srácok. Ez nem szép dolog, amit most csinálunk. Hát éppen nem kéne, úgyis meg kell vele küzdenünk. Még stagöröltük is. Azt se érdekeltem. Bizony Zolka.
Megnéztem azért jól. Itt egy bonfire. És ahogy látom közben a boss kiakadt. És el is fogytunk. Uha. Ez gond. Ez gond. Jó. Tehát Commander O'Neill megölhető, hogyha lesz több potim. Ha lesz több potim. Hát még nem 100%-osan sajnos Zorka. Még nem vagyunk 100%-osak. Mármint, hogy én nem vagyok 100%-os. Jézus Astrom, vissza arra felén. Szóval van egy Commander O'Neillunk. Okés. Jó. És egyébként arra mutat a... a játék. Hát jó lenne fegyvert fejlesztenünk. Jézusom, elesett. Na-na. Hát ez hihetetlen. Nagyon nagy a gond. Basztarat. Nem lenne jó. H
Hát vissza kell mennünk. Meg valaki mászkál. Rossz az elosztásunk, a flaska elosztásunk. Ó, kitartást, akkor astronomist. Szerintem még pár nap azt fullos is leszek, Zolka. Valamiért azt érzem, hogy ez a terület itt még nagyon nem nekem való. Mit gondolsz egyébként, Zakika, vagy aki esetleg szakértője a játéknak? Ez a Kilid nevezetű hely, ez Ljurnia után kéne, hogy jöjjön? Mert most úgy érzem, hogy ez nagyon sok. Szerintem nem. Valószínűleg azért érzem soknak, mert nincs még megállapodva a biedem. És level 1-es a fegyom. Itt lehetne ezzel csinálni, hogy tovább menjünk. Somber Smithing Stone 1-es kéne. Hát előveszünk egy térképet. Mi baj lehet, ugye, egy térképből? Lokáció. Na, lokáció. Van nekünk egy olyanunk például. A dobott upgrade materiálok jó indíték, hogy mennyire fejlett egy hely. Ja, hát ilyen plusz 4-es cuccokat dobott, úgyhogy ez erős, nem? Ez a hely. Például itt van nekünk egy fánk, ahol ott volt egy medve. Arrafele volt egy medve. Azt megnézzük magunknak. Viszont én is a trap bányában megölni a boss, mert elfeledkeztem róla. A sárkányt? Hogy mire gondolsz? Ahova a láda küld. Ja, hogy ami képernyő jobb oldalán van. Valahova ide küldött, nem? Arra gondolsz. Van ez a küldés gravitációs ereje. Hát rá gondolsz arra a nagy darabra, valami Kinred a neve, nem? Tudja, hogy arra gondolsz. Amrég voltam ott. Ja, tudom, oké, okay. Most már megvan, hogy kire gondolsz. Igen. Már megvan. Arra a bikára. Ő például azt adta, hogy a round table tudok venni runt upgrade materiál. Ahol még mindig rosszak a flaskál osztásaim.
Most látni kéne valamit azon kívül, hogy itt egy fa. Ott az még talán jelentett valamit. Ez valami kút. Sifória. Jó, mélyre megyünk. Azt a rohadt, mennyire mélyre megyünk. Ide már rendesen jöhetne egy Leaf zene. Wow. Skacok. Jól sejtem, hogy ez az egyik alvilág. Try it down. Cave ahead. Na nézzük. So, Sifo, mi? Siofra River Well Depths. Ezt tudja, hogy alvilág. Behold the grace. Melted mushroom. Szevasz, Marci. Gyúkízd herba. Azt mondja, próbálják meg lóháton harcolni. Haló? Célzás? Smithing Stone 4. Mhm.
Az úgy vat. De így... Miért ilyen rossz a célzás? Kár, hogy ilyen rossz a célzás ezzel a képességgel. Féreg. És lehet idézni. Lehet akkor valami idézés, azt úgyse nyomtuk meg. Nem próbáltunk még idézni. Úgyhogy most megpróbáljuk. Azt mondja, hogy lehet idézni, de akkor most nem jól próbálkozom, srácok. Ezt a belt kéne inkább kiraknom? Nem vágom. Most itt miért nem tudjuk megidézni? Az idézés magát, de az nem megy. Nem engedi. Ott a kis izé, és nem tudom megidézni. Lát. Nincs elég FP-d? Az lehet? Lehet, hogy FP-kkel? Lehet amúgy. Elnyomjam. Áj, ez, hogy az FP-be kerül. Asztalra, tehát ezt nem tudtam. Jó tudni. Hello? Hát. Jó, ott meg akar támadni engem. Na. Húha. Ne, kicsit gyengúsz vagy ellenük. Megfogta a buksim. Ne haragudj, de te nem a legjobb pajti vagy. Le lehet őt cserélni? Egy varázsló jobb lenne? Csak mondom, egy varázsló jobb lenne. A társaim. Oha. Hát, nem is lepődök meg, hogy meghaltál. Na, ez nem tudom mennyibe kerül, de én őt szeretném. Erre nincs pénz. 11-be kerül. Én nem viccelek, Zalka. Halálosan komolyan beszélek. Ez az íjász sóka nem segített nekünk.
Az valami varázslatot nyom. Kemény, te ilyen varázsló vagy? Na, hát vár, álljon meg a menet. Mi nem tudok amúgy idézni? Barátot. Menj onnan! Hú. 5000 lélek. Rainbow Stone. Na, az gond. Jó, hogy került ide? Ne, menj onnan! Hú. Szóval ő csinál ilyen tűzi játékot. I see. Nyomni kell, srácok, egy kis heal-t. Meg még egyet, és akkor most mehet a menet. Hát eddig azt lehet mondani erre a helyre, hogy érdekes. Hogy érdekes. Érdekes ez a hely. Úgy látom, ott van valaki. Szevasz, Wolf. Try jumping. Hogyan kell két kézbe venni a fegyvert? Hát, amelyik fegyvert fogod éppen a kezedbe, vagy nem tudom, igen, tehát amelyiket a kezedbe akarod fogni, menj oda a háromszöget, illetve megnyomod az L1-et, vagy az R1-et, attól függ, hogy melyiket szeretnéd két kézbe fogni. Oh, I see! Hogy te itt lóvá csinálod? Hát igen, te lóvá csináltad. Meg is haltál. Na, a varázsló minden itt. Kettő varázsló. Menj már innen! Nagyon jó! És jött töltet is. Nagyon jó. Ők egy csapatnak számítottak. Anyway, ez a kard, mi? Ott valami fénylik. Gondolom csak... játékosok huncutkodnak, hogy oda menjünk.
Az udós elől. No item ahead. Nem akarok oda menni. Az ott viszont határozottan valami. Én is ma kezdtem, csak egy órát érkeztem játszani, de klassz volt. Egy órát nyomtad? Aha, aha. Jó, ennyi pont nem fájt. Szökik a... szökik, srácok. Ne. Francba. Szökik. Elszakadt. 28 órát, wow. Na szép, Dante. Hát és így tűnt el. Ha menjünk akkor följebb. Én nem tudom, ennyi órát raktam bele. Tessék, én 23-at. Mennyire kíváncsi vált ez a játék? Érthető. Nagyon jó a stílus. Vision of Stars. Tényleg. So lonely. Lonely. Mi az a rump? Hitem páföhed. Valamit rosszul csinálok? Ha nincsen hitem páf. Vagy ez csak egy agyonért... Vagy ez csak egy agyonértékelt üzenet, vagy hidden path. Szúnyog, rákúr. Rákúr akar engem. Azt hiszem. Nincs térkép. Oh. Hát nincs térkép, de itt le tudunk ülni egy kicsit. Végre.
És azt mondja, hogy Siofra Riverbank. Na, és most már van térképünk is. Na! Na tessék, kaptunk egy térképet. Aha. Miért érzem azt, hogy ez egy boss lesz? Try fingers but hole. Try jumping. Egyik jobb, mint a másik. Érdekes. Az az érdekes, hogy itt ez a terület és nem boss fight volt. Seek fire, tehát először tüzet kell gyújtanunk, és akkor utána lehet, hogy már fight lesz. Uha. Micsoda barátos lények. Az íjászok nem szaroznak. De most szórakozol velem? Ez miért nem működik? Hát majdnem leestem. Te jó ég! Az mi volt? Nagyon érdekesen nézett ki. Ott valaki vár. Stone sword key. A bajtad a teknős mód megszerzése után? Zolka. Hiba? Hát, és ahogy... Ez is hiba. Ugye hiba? És amúgy, hogy gondolta a költő, hogy én visszamegyek?
Az sose volt jó, hogyha lefele megyünk. Vagy ebben a játékban ez jó? Olyan titkos loot lesz, hogy csak na. Gondoltátok volna? Hogy ezt túl lehet élni? Én nem. Dwelling Arrow. De jó ég, és oda még át kell menni. Nem tetszik ez az alvilági rész. Seek Fire. És ez mindegyik ilyen íjász? Jól megy nekik. Azt a rohadt! Mi a szar? Szerencsére ott van egy bonfire, ott meg lehet tüzeket gyújtani. Jézusom! Ó! Oh. Van egy gyors utazó. Yes, bro. Tácsi, tácsi, gyorsan! Gyorsan! Gyorsan, ülj le, ülj le, ülj le, ülj le! Nagyon jó, nagyon jó. Hú. Bocs. És mi ott jártunk. És van itt egy gyors utazós izé, amit megfogdoshatnék. Itt meg egy rákúr. Na azt a rohadt! Ja, lent vagyunk. Lent vagyunk a barlangba. Hol láttam azt a tacsitacsizni valót? Ah, megvan. Csá. Valami kiálláltam? Ah, ne is foglalkozz velem.
Szia, Jenter, bocsi az off-topic kérdésért, mert nincsen Battle Pass a Siege-be. Hát, hogyha megnézted és nem láttál, akkor nincsen. Ja, a hosszú lift aljánál vagyunk pontosan. I see. Lehetne tüzet csinálni. Is. Big like. Aha. Sziasztok! Sziasz! Jó, nem öltek meg. Azt úgy... Csá! Nobak! Na mi van? De nem erre kell jönni. Oh, hello! Leülni. Mosan. Nagyon jó. Nagyon jó. Mi baj lehet, hogyha elmegyünk erre? Valószínűleg semmi. Ugye? Horn sárma. Illetve ő itt betette, akkor beteszem én is. Valaki már betette előtted is, akkor biztos lehetsz benne, hogy ez egy jó út. Úgyhogy én is követtem ma a példáját az úriembernek. Kaelid. Wow. Wow. És én honnan jöttem? Onnan. Wow. Én inkább olyan úton járok, amiben még nem rakták be? Hát lehet, hogy itt se rakták be. Hűha. Most itt lent vagyunk a mélybe. És itt van a bosszunk egyébként.
Ja, valahol ott bent. Oké. Ezeket a... Épp azt akartam mondani, amúgy ezeket a lilán világítókat meg lehet ölni. Tehát még aknákat is hagytak. Aha! Ő olyan barát, aki szereti, hogyha csapkodják a lábát. Bele lehet dugni egyébként ilyenkor a fejébe. De én rosszul csináltam. Hát ez gond. Szűk a hely. Na, most talán meg tudom mutatni, hogy hogyan kell bedugni. Így kell. Hát látok. És ott van még egy. És ott a köcsög. Hú. Ott a háttérben a nagy köcsög. Hát szerintem ez gond. Ugyanis neki nem ég a lába. Ő nem akar gyengéd szeretgetést. Neki a keze ég. Arra kéne bíztatni, hogy lőjön egyet. A lövés nagyon jól csinált haver. Hát ott a köcsög a háttérben. Most mi van? Lefagyott. What? Befejezted a játékot, Zakika?
Haló? Közel se. Ja, közel se. Ja, értem már, hogy érted. Jaj. Na hát így egy kicsit gyorsabban fog menni. Szegény óriás. Már a gyorstoban. Határozottan jobban megy. Miért véded a lábadat? Hát így hogy harcoljak jól ellened? Úgy a lövés az nagyon jó ötlet. Ez az. Very big. Very big, srácok. Hú, hát el se hiszem, hogy sikerült. Azt hittem vége lesz a streamnek. Mire ezt megcsináljuk. Ha? Mit gondoltok? Ő egy barátságos köcsög, vagy ilyen... Nem barátságos. Mit írnak? Azt mondják... Talk. Help me. Jó, targetálni nem lehet. Hogy lehetne vele beszélni. Értem. Don't give up. Behold a skeleton. Amúgy most látom, multiplayerben lehet csatlakozni grouphoz. Az egy grupban lévő emberek vizéjét és haláláit gyakrabban látjuk. Van ilyen telgrup? Nincs. Nincsen, de aha. Ja, lehet ilyet csinálni. Azt hiszem ilyen a DS-ekben is volt. Na, hát itt vagyunk, de ez most miért jó? Meg kellett volna... Srácok, szerintetek meg kellett volna lövetnem? A köcsögöt? Az íjászokkal? Az óriási íjászokkal? Jó kérdés mi? De esetre én azt mondom, hogy itt hagyjuk abba. Onil tábornokot bejelöltük? Nem jelöltük be. Bejelölhettük volna Onil tábornokot. Ő valahol itt van. Két bossba néztünk ma bele. Az egyik a trap chest,
ahova vitt minket. Ott volt egy bosszunk. Illetve Oniel tábornok a barlang kiárata előtt várt minket. Nem tűnt amúgy erősnek, simán meg lehetne venni, csak kéne még sebzés, meg flaska, ahogy jobban bírjuk. Jobban bírjuk a varázslatokat. Illetve megnéztük, hogy milyen az alvilág. Lementünk itt. És feljöttünk itt. És most meg eljöttünk ide egy köcsökhöz, aki nem csinál semmit. Úgyhogy jelenleg itt tartunk. Boss szerintem nem öltünk a mai streambe. Szomorú. Viszont ezt még egyszer megmutatom nektek, ha esetleg későn jöttetek volna. Lett egy ilyen támadásom, amivel nagyon szarul lehet célozni, de nagyon jól néz ki. És lett egy ilyen. Hát ez ilyen 400-500-at sebez. És ezt a Sword of Night and Flame-mel tudom csinálni. Ami sajnos még kis szintű. De jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Minden egyes ütésnél ilyen kék villogást okoz, ami még nem tudom, hogy minek köszönhető.